Köszöntöm a hallgatókat, itt vagyunk Brüsszelben, Deli Andor képviselő úr irodájában. Jó napot kívánok önnek is. Novemberben kerül a szerbiai ország jelentése az Európai Parlament elé. Ön viszont erre a jelentése már most átadott 14 módosító indítványt. Miért adta át ezeket, és mi van ezekben az indítványokban? Jó napot kívánok, először is én is nagy szeretettel üdvözlöm a Szabadkai Magyar Rádió hallgatóit. És hát igen, a kérdésnél maradva azt lehet mondani, hogy minden évben megjelenik a parlamenti eljárásban a szerbiai ország jelentés. Sajnos a jelentéstevő, ugye jól ismert név már Szerbiában, a David McAllister, aki a évről évre készíti ezeket a szövegeket, mindig kifelejt valamit ezekből a szövegekből. No hát most ez a helyzet adódik, hogy módosításokkal belehelyezzünk dolgokat. És kérdezte, hogy mik ezek. Én elsőként, első helyen emellem ki mindig a kisebbségi kérdéskört. A kisebbségi kérdéskörre a jelentéstevő tett bele utalásokat, ugyanakkor kifelejtette például a nemzeti tanácsokról szóló törvénynek a meghozatalát, ami ugye egy nagyon fontos lépés volt az elmúlt időszakban a magyar kisebbség és közösségünk vonatkozásában is, és elfelejti évről évre beletenni a részarányos foglalkoztatás kérdéskörét, ugyanígy a nyelvhasználatot jobban ki kell emelni, az oktatás, művelődés területet, az akciótervek időben és tényleges hatásos végrehajtását, szóval egy ráerősítést kell elképzelni, ami a módosításokban benne szerepel. Egyébként ez a javaslat, illetve ez a jelentés, ez pozitív Szerbiára nézve? Általában véve igen, Szerbia valóban sok mindent megcselekedett, általában véve makropolitikai szinten vannak előrelépések. Ugye a regionális együttműködés az az egyik tipikus példa, amit mindenki fölhoz. Azt is látják itt Brüsszelben, hogy Szerbia nagyon igyekszik például a koszovói kérdéskör rendezése körül. Úgyhogy ezek mind olyan pozitívumok, amiket értékel ez a jelentés is, de hát természetesen ott vannak a szokásos házi feladatok, ami a korrupció ellenes harcot illeti, a média szabadság kérdését illeti, hát ugye még a szokásos is jól ismert témakör. Mennyire lehet befolyásolni egy országot, mondjuk akár ilyen jelentésekkel, vagy akár uniós külső ráhatással addig, amíg ilyen csatlakozás előtti állapotban van? Tehát, hogy ez egy milyen helyzet most? Most kell ütni a vasat, vagy inkább rábízni Belgrádra? Hát azt gondolom, hogy ez Belgrádnak is érdeke, hogy itt változás történjen, mert abban az esetben, mint hogyha eleget szeretne tenni a saját maga által meghirdetett stratégiai döntésnek, hogy 2025-re, ha lehetséges, az Európai Unió teljes jogú tagja szeretne lenni Szerbia, abban az esetben az elvárásoknak azért meg kell felelni. Szóval vannak bizonyos nagyon is papírízű, bürokratikus, technokrata kritériumpontok, amelyeket itt a bizottság évről évre mér, és ezeknek a méréseknek az eredményét látjuk mi itt a parlamentben, és ezekhez fűzzük hozzá a saját gondolatainkat, meglátásainkat. Ez novemberben kerül az EP plenáris ülése elé, viszont jövő héten is van egy plenáris ülése az Európai Parlamentnek Strasbourgban. Az egyik napirendi pont a magyarországi helyzet lesz, és a közismert nevű Sargentini jelentést is megtárgyalják a képviselők, és szavaznak is róla. Mi van ebben a jelentésben, és mit jelenthet ez Magyarország számára? Ez egy rágalomgyűjtemény, így lehet leegyszerűsítve elmondani. Igazából a Sargentini jelentéstevő asszony sok esetben teljesen mellőzve a faktumokat, a tényszerű realitásokat állapít meg dolgokat ebben a jelentésben, és én azt gondolom, hogy ez egy rágalomgyűjtemény, ami hát igazából nem érdemli meg. Ma sem Magyarország is, remélhetőleg más ország nem kerül ilyen helyzetbe, hogy ilyenek ellen kelljen harcolnia az európai intézményekben. Az ilyen jelenségek, mint amilyen a Sargentini jelentés, ez nem szolgálja az Európai Unió erősítését, nem válik a becsületére az uniónak, hogyha lehet így mondani, és miközben ezeknek az embereknek, ezeknek a csoportoknak, érdekeknek azzal van tele a szája, hogyha szabad így fogalmazni, hogy ugye ők Európáért, Európa erősítéséért harcolnak. Szerintem ez a történet épp Európa
bomlasztásáról, meggyöngítéséről, ketté választásáról szól. És ezért szörnyen káros, szörnyen kártékony. Magyarország pedig egy áldozat ebben a történetben. Tudjuk jól, hogy az egész címkézés az a migráció kérdés kezelésével kezdődött. Tudjuk jól azt, hogy egyszerűen az a tény, hogy Magyarország nem vállalt kvóta a rendszerbe való részvételt, ez kivelte a biztosítékot nagyon sok döntéshozónál itt Brüsszelben, és ez ennek a vetülete, hogy így mondjam, parlamenti dokumentumban való megjelent reakció erre az ellenállásra. Miközben azt gondolom, hogy teljesen jogos egy ország vezetése részéről az, hogy megvédi az országát, megvédi a polgárokat azoktól a veszélyektől, amit egy ilyen migrációs áramlat, amit láttunk, és aminek még nincs vége távolról se, hogy ez mit jelent az országra, a lakosság, és mit jelent egész Európa biztonságára. A keddi vitában Orbán Viktor magyar miniszterelnök is részt vesz. Így van, a miniszterelnök eljön és részt vesz a vitában, fel fog szólalni, és meg fogja mondani, indokolni Magyarország kormányának álláspontját, és hát így egyszerűen megfogalmazva, újból el kell ide jönnie, és újból meg kell védenie Magyarországot ezektől a jogtalan támadásoktól. A szerdai napon pedig Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke is fel fog szólalni Strasbourgban. Várható-e tőle valamiféle jelentés vagy értékelés akár a Nyugat-Balkánra nézve? Szokásához híven szeptemberben meglátogatja a parlamentet és elmondja az úgynevezett évértékelő beszédjét. Ez szerdán hangzik el. Az, hogy mi van benne, ezt nem tudhatjuk. Ezt állítólag a bizottságban egy top titkos anyagként kezelik, úgyhogy a bővítés, mint tudjuk, a tavalyiban kiemelt témakör volt, és valahol újra egy fősodorba helyezte a bővítés kérdését, miután a Juncker azt mondta, hogy lehetséges 2025-ig az élen járó tagjelölt országoknak a csatlakozása, ha minden feltételnek eleget tesznek. És most kíváncsian várom jó magam is, hogy szerepele a bővítés újból a beszédben. Ha igen, akkor ugye milyen betületben, illetve ha nem, azt én egy nagy hiányosságnak érezném, már csak azért is, mert az elmúlt fél év, az év első része, amit a bulgár elnökség fémjelzett, aznak az egyik fő prioritása épp a bővítés körüli történet volt, és hát ez akkor egy kicsit így elsiklana a Junckeri beszéd, illetve az európai valóság is az elnökségi igyekezet, amit láttunk Bulgária részéről. Úgyhogy én nagyon reménykedem abban, hogy megjelenik újból a bővítés témakör. Már csak azért is, mert pénteken ismét Brüsszelben tárgyal egymással Alexander Vučić szerb államfő és Hašim Tači koszovói államfő. Innen Brüsszelből hogyan tekintenek erre a párbeszédre? Többször elhangzott, hogy az EU nagyon támogatja, és most már elhangzott azt hiszem egy napokkal ezelőtt egy olyan hír is, hogy a jövő májusig kéne megegyezni. Ez mennyire befolyásolhatja akár az integrációs folyamatot, vagy akár Szerbia jövőjét az Unióban? Én azt gondolom, hogy ez egy meghatározó kérdés, és ez mind Szerbia, mind Koszovó, mind pedig ugye a Brüsszel számára is egyértelmű, hogy ez egy megkerülhetetlen kör, vagy megkerülhetetlen téma, amire már most mindenki pontot szeretne tenni, és nagyon nagy örömmel és lelkesedéssel nézik a brüsszeli diplomaták is azt az igyekezetet, hogy végre úgy néz ki, hogy a két fél nagyon igyekszik maga is megegyezésre jutni, és ez mindenkinek az érdeke. Szóval egyrészt persze természetesen a leginkább a két érintett félé, meg a lakosságé, ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy európai szintén, és Európa, hogyha a kontinens egészét nézzük, akkor egy ilyen a biztonság szempontjából és Európa stabilitása szempontjából nagyon fontos, hogy lépésenként, de a Balkán a stabilitás, a béke útjára térjen véglegesen,
és ehhez való első nagyon fontos lépésként tekint mindenki erre a párbeszédre, és mindenki kíváncsian is nagyon várja azt, hogy mi fog most ugye 7-én, illetve az azt következő hetekben történni ebben a párbeszéd folyamatban. Deli Andor, köszönöm szépen! Köszönöm én is!